Szép tánc, modern tánc, kreatív játékok, festészet, kórus és hangszeres muzsika, ezt kínálták szerdán kora délután a Tóvárosi Városközpontban sétálóknak a kőkúti iskolások és vendégeik. Bemutatkozó órát tartottak, hogy megmutassák az érdeklődő városlakóknak, mivel foglalkozik az iskolai tehetséggondozó program. A Kőkúti Általános Iskola kiválóan akkreditált tehetségpont, ami a tehetségfelismerés pedagógiai munkáját végző intézmények közül a legjobbak minősítése. A Tehetséghónapja országos rendezvénysorozat keretében a Magyar Tehetségsegítő Szervezet támogatásával úgynevezett street art programot szerveztek a Fényes Áruház előtti téren. A cél az elsősorban az, hogy felhívjuk a tehetséggondozás, a tehetségfelismerésre a figyelmet, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és hát igazából régóta foglalkozik vele a Kőkúti Általános Iskola, de még mindig van fejlődni való lehetőség, hogy egy tehetség se kalódjon el. Ez a rendezvény egy országos rendezvénysorozatnak a része, a Tehetség Hónapja országos rendezvénysorozatba illeszkedik. Egy street art akció, aminek mi a Street Review nevet adtuk, tehát egy utcakép neked. És most ez azért is rendhagyó, mert nem csak a Kőkúti Általános Iskola mutatja be most a kis tehetségígéreteit, kicsiket, nagyokat vegyesen, hanem meghívtuk a tatabányai tehetségpontokat is, ezt el is fogadták örömmel az iskolák, tehát most tatabányai tehetségígéretek is bemutatkoznak, és a város más iskolájából is vannak itt gyerekek. Váradi Petra, Kővári Eszter a Fazékból érkeztek. Kórustagok mindketten. Petra, mióta vagy az énekkar tagja? Elsős korom óta. Miért választottad? Hát, mert szeretek énekelni. A barátokkal jó együtt énekelni. Te mióta vagy énekkaros? Én harmadik óta vagyok énekkaros. És te miért? Hát, mert kötelező volt harmadik óta. Az oké, hogy az elején kötelező, de azért csak ki tud belőle slisszanni egy ügyes diák, hogyha végképp nem akarja, de te maradtál. Miért? Igen, mert hát nagyon szeretek énekelni, és jó az barátokkal lenni együtt énekelni. Sok idődet elveszi az énekkar? Nem veszi el sok időt az énekkar, hanem csak 2 órát, de nagyon jó. Úgy. Ki az, aki foglalkozik veletek? Szabó Imrénél foglalkozik velünk. És énke rendesen bánik az énekkarosokkal? Igen. Az mit jelent? Hát mindig nagyon jól begyakoroljuk vele a darabokat, és sikereket szoktunk elérni. Milyen a siker íze? Hát jó. A Kőkúti Általános Iskola elnyerte a kiváló akkreditált tehetségpont címet 2013-ban. Ez már eleve egy olyan irányt és feladatot adott nekünk, hogy ezt a tevékenységet nem hagyhatjuk abba, és természetesen nem is akarjuk. Ez most folyamatos pályázatra jelentkezést jelent, hát jelentős többletmunka, de ebből mind-mind a gyerekek profitálnak. Jelenleg 3 tehetséggondozó pályázatunk fut az iskolába. Ez is egyiknek a része, ez a Tehetség Hónapja, a Tehetség Híd Nemzeti Tehetség Programnak a felhívására nyertünk pályázatot, és 4 alkalommal szóló rendezvénysorozat egyik része, ez a street art akció. A bemutatót műfai sokszínűség jellemezte. Horváth Eszter, kőkútis diák és a Silhouette tánccsoport tagja. Itt a produkciókat a klasszikus balett alapjaira építik. Színes lampion fénylet az égen, mint a brostű a mékék ruhán, és a fedélzet zenével megtelt szólt a ringató lassú románc. Áj, 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 volt egy tánc,
volt egy tánc, ilyen szépet csak filmekben látsz. És a vonatok indultak sorra, és a fiú az ablakban áll. Elmentem az egyik bemutatórára, és nagyon megtetszett, és azóta is csinálom, és nagyon szeretem. A táncban is rengeteg műfaj van. Te melyiket szereted leginkább? A balettot, és igazándiból abban a táncsoportban a balettal is foglalkozunk leginkább, klasszikussal és modernnel is. Mi az, amit adott neked a balett az eltelt időszakban? Hát rengeteg barátot nyilván a táncsoportban, és rengeteg örömet, mert nagyon-nagyon szeretem csinálni. Terveid vannak-e a tánccal? Továbbra is ebbe a csoportba szeretném folytatni, de különösebben nem, inkább így hobbiként. Ha van egy kerék, mondjuk biciklén ülünk, és kicsit oldalra dőlünk, akkor biztos földől a kerékpár. Ráteszem a kezemre, akkor ez lebillen. Ide teszem a kezemre, akkor is lebillen. De ha nagyon gyorsan megyünk a kerékpárra, most menjünk gyorsan, most ülünk a kerékpárra, most van ebből. Tehát így kell kerékpározni. Egy baj van. Most itt forogni kell vele kormány. Elengedett kormányon itt könnyű elmenni a boltba, hogyha egy kanyar van. Jó? Tehát egy szatyrot kell az egyik oldalra akasztani, és már ott is vagyunk a boltban. Hát maga ez a program valójában nem csak az általános iskolákról szól, hanem a megyében nagyon sok olyan intézmény van közöttük, a Tatai, Kőkuti, Vaszari általános iskolák, illetve az Ötvös gimnázium, akik részei egy nagy országos programhálózatnak. És így kaptunk felkérést a Kőkuti általános iskolától, akikkel nagyon jó partneri viszonyt tápolunk az öveges programunk kapcsán is. Hát most 3 egyszerű kémia és 3 fizika kísérletet hoztunk. Valójában olyan dolgokat, amik a hétköznapokhoz kötődnek. Látható itt még egyébként 2 kerék is, egy kicsit a kerékpározás fizikájáról lesz szó, picit a tornádókról, illetve csinálunk olyan kémiai kísérletet, ami akár a háztartásban is elvégezhető úgynevezett fekete kígyó kísérlet, nagyon látványos kísérletről van szó. Hát nálunk a laboratóriumban most már közel vagyunk a 200 megtartott általános iskolai órához, és az a tapasztalatunk, hogy nagyon szeretik a laboratóriumi munkát. 6-6 órát töltenek ott a gyerekek naponta, akik érkeznek hozzánk vendégként, és általában ott az a célunk, hogy a megszerettetés, ezeknek a tárgyaknak a hétköznapokkal való összeköttetése álljon a központban, úgyhogy nagyon szeretik. Amit itt lehet látni, az pedig egy kicsit a hétköznapi embernek, aki nem jut el egy ilyen laboratóriumban, a figyelem felhívása a természettudományok iránt. Tatabányáról vendégként a Sárberki iskola néptáncosai voltak Tatán, Szegvár Ildikó vezetésével. A Sárberki iskolában, Tatabányán már 4 éve működik ez a bizonyos tehetségpont akkreditáltan, és most fognak majd minősülni. Nagyon sokféle témában zajlik, a legfontosabb a művészetek témájában, mert itt az éneklés, a furuljázás, a tánc, a néptánc mind bele tartozik. Ezen kívül sakk, és a matematikai logika, a nyelvi fejlesztés, ez mind-mind a tehetségpont különböző műfaja, amit a különböző pedagógusok vezetnek a szakterületükön. Ezen kívül első-második osztályban komplex tehetségpont oktatás folyik, ami majd nem sokára, több év múlva, de fog látszani a gyerekeken, hiszen most még ez most kezdődött el első-második osztályban. Te egy olyan műfajjal érkeztél, olyan műfajban dolgozol, ami gyakorlatilag az élet minden területén tehetségesebbé teszi a gyerekeket. A szociális kapcsolataikban, mozgáskultúrájukban, gondolkodásukban. Tehát ez egy olyan műfaj, melyik is ez? Ez a néptánc, népzene, népjének, ez így mind komplexen egy ilyen műfaj alá tartozik. Amit ezzel szeretnék mondani, hogy sajnos a magyar oktatás ügy nem áll úgy, hogy minden iskola ezt meg tudná tenni. Mert a gyerekeknek alsó tagozatban a művészet való nevelés, és itt van ez a nagyon gazdag anyag, ami a magyar néptánc népzene, ezzel lehetne nagyon jól lelkileg megerősíteni és felkészíteni a gyerekeket a jövőre, helyette nyomjuk a tananyagot a fejükbe, de ez nem a mi dolgunk, ugye, hogy ezt eldöntsük, hogy legyen vagy ne legyen. Ami biztos, hogy ezek a gyerekek nyitottabbak,
sokkal jobban tudnak kapcsolatot teremteni, önmagukért kiállni, párkapcsolatban is egészen másképp gondolkodnak. Tehát én azt mondom, hogy ez nem csak az írás-olvasás fejlesztése a nagy mozgásokon keresztül, hanem a lelki élet teljes feltöltődés arra, hogy az életben megállják a helyüket. Ugye a testvérem is táncol, és szerettem volna én is táncolni, mert nagyon-nagyon megtetszett nekem. Itt most az iskolával vagy, de táncolsz máshol is. Igen. Hogy táncolsz még? A Forgó Rózsában. Bátyám is táncol, a húgom is, én is táncolok, és hát le lehet rajta vezetni a feszültségünket, meg a társaság is nagyon jó, fellépésekre jó járni, sokat szerepelünk, és ez nagyon jó. Tanórákon természetesen a pedagógusok megpróbálják az ismereteik révén kiszűrni a tehetségeket, de azért ez nem elég. Egy kidolgozott tehetségszűrő programunk van, amelyel a negyedikeseket mértük eddig. Most már 2012 óta, idén is, hát ez egy elég nagy munka, de most még nagyobbat szeretnénk meríteni, mert most a harmadikos korosztályt is szeretnénk mérni az iskolában. Ez azért jó ez a mérés, ettől nem kell megijedni, ez nem egy tudásszintet mér a gyerekeknél, hanem a kreativitásukat, motivációjukat méri, és azok a kis tehetségígéretek is felszíre kerülhetnek, akik esetleg elkallódnának, mert nehéz őket felismerni, és ez a program lehetővé teszi azt, hogy olyan gyerekek is a felszínre, a látókörünkbe kerüljenek, akik esetleg elkerülnék a figyelmünket, hiszen ez a célja, hogy ezek a tényleg tehetségígéretes gyerekek is a felszínre, látókörünkbe kerüljenek, és egy olyan pluszt fejlesztést kapjanak tanórán kívüli műhelyi foglalkozások keretében, amit rendszeresen végzünk az iskolában, és a végén pedig egy tehetségtáborban vehetnek részt, az év végén egy egyhetes tehetségtáborban, ahol aztán tényleg mindenféle képességeiket megpróbáljuk fejleszteni egész nap. 1989. január 30-án alakult meg a Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete. Lentulai Mária az elsők között lett tag, és rögtön dokumentálni kezdte az egyesület életet. Ma már két kötete is van. De arra gondoltam, hogy mivel elég az a négy év és tartalmas négy év, hogy ide jártunk, úgy gondoltam, hogy visszajövök a régi iskolámba, és akkor a többi öreg diákokkal itt nem csak, hogy beszélgetünk, hanem, hogy mi ilyen építő dolgokat is csináljunk. Itt tavaly volt az 55 éves érettségi találkozunk, és a tataiak közül nagyon sokan még itt vannak Tatán, és azokkal rendszeresen találkozunk. A Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete 1989. január 30-án alakult meg. Célja a hagyományok ápolása, az erkölcsi és a hazafias nevelés értékeinek megőrzése, valamint a nemzeti és egyetemes műveltség elsajátítására való törekvés támogatása. Az egyesület tagjai Magyarország különböző településein és határon túli országokban egyaránt élnek, ami közös bennük, hogy el nem múló tisztelettel, szeretettel fordulnak még ma is az alma máterük felé. Szombaton éves rendes közgyűlésüket tartották, majd rövid ünnepséggel emlékeztek az eltelt 25 évre.
Bemutatták az Egyesület legutóbb megjelent évkönyvét is, valamint megemlékeztek dr. Körmendi Gézáról, az Egyesület tiszteletbeli elnökéről. Tiszteletbeli elnökünk dr. Körmendi Géza sajnos 2015. januárjában elhalálozott. Roppant nagy veszteség ez az Egyesületünknek, és személy szerint minden egyes tagunknak szinte, mert ő neki az életfelfogása, szemlélete, a számos tagtársunknak jó magamat is beleértve példaképnek tekintettük őt, és azok az elképzelések, azok az erkölcsi értékek, amiket ő is maximálisan magára nézve kötelezőnek tartott, és támogatott, és szorgalmazott, az szintén nálunk ugyanezt az elvet kapja. Úgy fogalmazhatnék, hogy ugyan ő eltávozott körünkből, de a szellemisége itt maradt továbbra is, és lehet azt is mondani, hogy emlékét megőrizzük és ápoljuk is. Az Egyesület gyakran szervez kirándulásokat is a tagtársak számára. Hosszabb ideje, tehát voltak a kirándulásoknak a szervezései. Ezek a kirándulások, ezek tulajdonképp a magyarországi területeken kívül, Magyarországgal szomszédos országok területeire terjedtek ki. Ennek a megismerésénél részben a történelmi eseményeknek a színhelyei, akkori különböző intézményeknek, létesítményeknek a megismerése, tehát végső soron abból indultunk mi ki, hogy nekünk és másoknak is, ahol élünk, ismernünk kell azt a közeget, ahol mi vagyunk. Ez érintette mondjuk a várost, megyét, országot és a környező országokat is. Ez alapján Ausztriában, Szlovákiában, Ukrajnában, a kárpátaljai részeken, Romániában, az erdélyi részeken, Horvátországban is voltunk. Még sajnos egy pont, vagy egy olyan terület, ahol még nem voltunk szervezetten, az pedig a szerbiai vajdasági résznél volt, de ezt is majd fogjuk pótolni. A 25 éves egyesületet a város polgármestere is köszöntötte, aki maga is ebben a gimnáziumban érettségizett. Én nagyon-nagyon szerettem ide járni, valóban egy jó hangulatú időszak volt az életünkbe. Abban az időben Körmendi Géza bácsi volt az igazgató, még tanított is ráadásul. Nagyon jó osztályközösségünk volt, Ádám Sándor tanár úrra nagyon jó szívvel emlékezünk vissza, aki testnevelést tanította, és bátran kiküldött bennünket a hóba is focizni a pályára. Az osztályunk is egy olyan osztály, amelyik rendre összegyűlik, és szeretjük egymást, odafigyelünk egymás életére, kíváncsiak vagyunk egymásra, most már így 50-en túl is. Minden várost az tud erősíteni, hogyha a hagyományait közösségek őrizni tudják, és éppen ezért a nagymúltú piarista gimnáziumnak, egyrészt a piarista öregdiák szövetség, mellette pedig az Ötvös József Gimnázium Öregdiák Szövetsége is ezt a munkát végzi, ezt az erősítést teheti mellé. Nagy tisztelet és elismerés az Egyesület tagjai és vezetése iránt, hiszen valóban azokat az értékeket, azokat a szép emlékeket méltóan őrzik, kiadvánnyal, közösségi munkával, rendezvényekkel, amelyre a város is büszke, méltán, és hát még azok, akik ide az Ötvös Gimnáziumba járhattak, mint ahogy én is. Minden tárgyat megszólítom. Sonkákat, felvágottakat, szalámikat, késeket, villákat, a szeretelőt, mondjuk melyek a tokaszalonnája? Imádlak, te zsíros kurva! Ide gyere, ide a papám! Fáradjon a mélerepi kur! Kövessen! Juli, vedd el a pénzét! Vedd be a pénzét! Juli, jól szólnak! Te, Lali, mit mondasz a marha Párizsinak? Köszöket a tarkóra! Mutassa az igazolványát! Hajrák, szakad a plafon, úgy kacag, imádom hallgatni. Hallod, te nem vagy normális. Csak produkálom magam, hogy gyorsabban repüljön az időnk. Leginkább Juli ideje. Kivételes színészi teljesítmények, elismerésre méltó rendezői megoldások és elgondolkoztató komoly témájú előadások, mindez kamaraszínházi körülmények között.
Ez jellemezte a Jászai Mari Színház szervezésében zajló Most Fest 2015-öt, vagyis a múlt heti monodráma és stúdiószínházi fesztivált. Úthoz érkező németeket. Ich gerne ein bisschen dich in der Fels am 5 und den Schein tanzen. Es ist gerne flaschig an, flaschig will ich prüfen, als ein Feuer. Úgy néznek a hűtőpult fölött lógó téli szalámira. A Szűz Máriára. Nem terheltek. Izgulnak. Egészen addig feszültek, amíg az üzlet meg nem köttetik elvégre. Nem a sarki boltban vannak. Jó döntést kell hozni. Nem vihetünk haza szart? Nem állíthatsz be az autószerelő műhelybe zsíros vagy csorban kulbesz a szalámival? Mit mondanak a kollégád? Ezt elbasztott Dietmar! Ki adta ezt neked? Amikor én János bácsinál voltam a pusztán éjjel kettőkor olyan pacát kaptuk hajnalig, csúszott a pálink. De honnan jött az alapötlet, hogy megrendezitek ezt a fesztivált? Hát ahogy többször mondtuk, szerettük volna egy fesztivált már 2011-ben, és akkor éppen az előtt évben megszűnt az Egri Monodráma Fesztivál, ami gyakorlatilag, mint hogy most a fesztiválon megtudtuk, annak is volt egy elődje Gödöllön, és ugyanakkor még nem tartottunk ott, hogy ezt a fesztivált megrendezzük. Nagyon sok dolog volt az évadépítésben, és ezért most jutottunk el odáig, hogy a 25. évad kapcsán ez legyen egy fő motivum az ünnepésnek, hogy belevágunk ebbe a fesztiválba. Kicsit kiszélesítettük ezt a dolgot, és stúdiószínházi előadásokat is szerepeltetünk. Milyen szempontok szerint válogattátok össze a produkciókat? Hát elsősorban ugye adottak voltak azok a két műfaj, a monodráma és a stúdiószínházi előadások. Monodrámából nem annyira sok születik, úgyhogy az egy szűkebb vizsgálattárgyát képezte, hogy találjunk olyan előadásokat, akik érdekesek, izgalmasak, jókat írnak róla, és mi is meg tudjuk nézni. És fontos szempont volt az, hogy elsősorban vidéki színházak előadásait szeretnénk megmutatni, mert Budapesten bármilyen fajta vállalkozás azért sokkal több előadást tud megélni, akár monodráma, akár stúdiószínházi előadás, több évadon keresztül tudják játszani, mint vidéken, ahol akár egy évadot élnek meg ezek az előadások, és nagyon véges az az idő, amíg láthatja a közönség. És a határon túli előadások szempontjából meg egy fontos volt, hogy a Nagyváradi Színházhoz is elkezdtünk egyfajta szakmai kapcsolatot képíteni, és 4 éve már az Újvidéki Színháznak van egy fontos szakmai kapcsolatunk, és ezért adottak voltak a határon túli előadások is, és a függetlenek azok mindig se ide, se oda nem tehetünk, ezért fontos, hogy független színház előadást is hívtunk, és a jövőben is ez a 3 szempont, a független, a vidék és a határon túli előadások lesznek kiválogatva a fesztiválra. Volt-e valamilyen prekoncepciótok, hogy milyen jellegű, tehát hogy milyen témájú előadásokat hoztok ide, azon túl, hogy monodrámák és stúdiószínházi produkciók? Nem volt, nyitottan álltunk ehhez a dologhoz. Amit találtunk, amit ajánlottak nekünk, amit megnéztünk, ott nem mondtuk egyetlen egy előadásra sem. Azon, hogy minden fesztiválnak az a nagyon fontos célja, hogy szabad légköre legyen, hogy ne legyen, le lehessen azt érezni, hogy valamilyen eszme, politika, bármilyen fajta gazdasági megfontolás alapján azt a munkát ne tudja tisztelni a fesztivál, és azok a fesztiválnak a szervezői, amit azok a színházak végeznek, ahol ezek az előadások megszületnek. Ezek, hogyha kísérleti előadások, az is nagyon jó, hogyha repertoárba élesztett előadások, az is nagyon, nagyon jó. De általában most a mostani fesztivál programjából azt látjuk, hogy igazából nagyon sok olyan munka van, ami örömmunka volt azoknak a társulatoknak is, akik ezt létrehozták, és a közönség találkozó és a beszélgetések alapján kiderült az, hogy nagyon sokan hoztak el olyan előadást, ami nekik is egy meglepetés volt, hogy az ottani közönség szereti, és hogy nekik is ez az alkotási folyamat ilyen sikerrel zárult. A fogadtatás lemérhető abból igazából, hogy kicsit féltünk attól, hogy milyen fajta
levezetése lesz ezeknek az előadásoknak, hiszen nem könnyű előadások, nem könnyű témákkal foglalkozó előadások, és ezért egy beszélgetés sorozatot, illetve egy előadások utáni közönségtalálkozót terveztünk, és mivel a közönségtalálkozók nagyon jól sikerülnek, érdeklődőek, nagyon jó kérdéseket tesznek, és nagyon sokan maradnak, ezért azt látjuk, hogy megtalálta, vagyis hogy találgatja a célközönségét ez a fesztivál. Ez volt a szándékunk, és mi nagyon boldogok vagyunk ettől, hogy tele vannak az előadások, elment a híre azért a szombat-vasárnapi előadásra, még az utolsó pillanatban is sokan kerestek jegyet, hogy ennél nagyobb célt egy első alkalommal megrendezett fesztivál, ami ennyi specifikus tematikájú, mint a monodráma, meg a stúdiószínházi előadások, ráadásul, amikor a válogatás megszületett, akkor láttuk azt, hogy elég komoly mondani való köré épülő fesztivál mustra lett, akkor azt gondoljuk, hogy ez nagyon sikeres. Nincs kedved odaülni hozzánk! Megadod a számod? Megadja. Elköszönöm. Mit jelent egy színész számára a monodráma? Mennyiben más egy ilyen darabra felkészül, mint az, hogy több színésszel együtt kell dolgozni? Hát annyiban más, ami nyilván 1 óra 40 percig az ember egyedül van, de ezzel szerintem hazudnék, ha azt mondanám, hogy foglalkozik az ember, mikor fönt van, mert teljesen más dolgokkal foglalkozik. Itt a sajátosság tényleg az volt, hogy a csemegepultban lévő tárgyakból elevenedik meg az összes szereplő, akikkel Márci Lajos találkozik. Nyilván egy másik, teljesen más kondíció abban a szempontból, hogy egy 40. Sokkal jobban ez egyébként közös. Tehát a közönséggel úgy közösebb, hogy itt nagyon sok múlik azon, hogy valóban most az emberek ki akarják-e bontani az ajándékot, vagy nem. Tehát az első pillanatban eldől, vagy hát az első 15 percben eldől, vagy ha nem is dől el, de a végére általában el szokott dőlni, hogy ők akarnak-e, mert igazából nincs más út, aztán folytatódik a játék a konzervekkel, meg a virslikkel, szóval hogy valaki jön, vagy kibontja, vagy nem. Én azt éreztem meg, hogy belülről sokkal több minden dől. Tehát belülről azt éreztem meg, hogy sokkal több dolog függ a közönségtől, az ő kíváncsiságától. Aztán a végén valamiért ösztönösen kialakult ilyen, hogy a tapsnál, hogy az ember megköszöni, mert összeadódik. Nagyon közel vannak. Most meg betettek még egy sortot, hogy még közelebb lesznek az emberek. Ez azt jelenti, hogy összeadódik sokkal jobban, mint amit egyébként más daraboknál, legalábbis amit én érzek. Hogy érzed, hogy mennyire tudtad a saját személyiségedet hozzáadni ehhez? Mennyiben változott a karakter azáltal, hogy te játszod? A tárgyanimációt, vagy ezt a szakmaiságot úgy sikerült áthidalni, hogy lehet, vagy mondják, hogy maradt némi a gyerekszobából. Ezt kellett használni. Ez a mufurc nagyon cinikus, de szerintem azért szerethető, mert amennyire cinikus, annyira önirónikus Márci Lajos. Annyiban szerethetőbb a könyvhöz képest, hogy nyilván mivel ez a pasas egyedül marad a pultban, és elkezd a virslikkel mesélni, ezáltal a formája, tehát az előadás formája miatt sokkal játékosabb lett, vagy játékosabb, így aztán talán miattam is. Nyilván kevésbé vagyok nőgyűlölő. Kevésbé vagyok nőgyűlölő, mint a Márci Lajos. Nem feltétlenül kellett csemegepultba állnom fél évet, és minden éjszaka más nővel lennem, hogy ezt eljátsszuk, hanem a Göttinger Paliban, a Schneider Jankóval. Vinyogva rögtünk egy próbateremben, és akkor virslikkel. Tehát ennyiben más karakter, azért a Marci nagyon undok sokszor ebben a könyvben. De talán a forma ad valami, jobban ad valami felmenthetőséget, vagy szeretetőséget. Kihívás volt? Hát mindegyik az, persze, nagyon jó volt. Most is az. Hát 30-60, majd most is ugyanez le fog játszódni, az ember bemegy, ott vannak emberek, akik most ezt vagy kibontják, vagy nem ezt a dobozt. Kossuth például persze egy ismerős a környékről. Svájci sapkás. Öltönyös értelmiségi úr, újságíró. Olvassa a könyveimet, rengeteget beszél. Hova, fiatal úr? Dolgozni. Te valami kiadó, mi?
Nem, mert csemeg a pultba. Láttam, hogy összezavarodik, átsüvít az agyán egy shinkansen. Miért húspult? Nem húspult. Csemegepult. Volt egyszer egy hadnagyocska, fiatal volt és bogó. Tiszta volt a szíve, lelke, szerelemről álmodó. A fesztivál kiegészítő programjaként két koncertet is megrendeztek, valamint megnyitották az Egyedül című monodráma történeti kiállítást is. Az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet anyagából válogattuk ezeket a fényképeket, a kritikai idézeteket, a színlapokat, tehát a több tárnak a kincseit szeretnénk megmutatni a színháznak. Milyen szempontok szerint válogatták össze ezt a kiállítást? A színház most rendezte ezt a monodráma és stúdiószínházi fesztivált, és ehhez egy monodráma kiállítást válogattunk össze. Közel 60 év anyaga van a falakon. 1945-ös a legrégebbi, Törzs Jenő alakítását próbáltuk bemutatni. Azért van ott a kis asztal a hamutartóval, mert a darab címe a dohányzás ártalmasságáról. Ha erre nézünk, bal oldalt vannak a régebbi előadások, és akkor a vele szemben pedig az újabb pár éve is akár még futó előadásokból tettünk fel képeket, kicsi kritikai idézetet, a színészekről egy kis rövid életrajzot, amennyi belefér ahhoz, hogy így előadás előtt a nézők egy kicsit tájékozódjanak arról, hogy milyen monodráma előadások voltak az országban. Azok az nézők, akik eljönnek és megnézik ezt a kiállítást, milyen összképet kapnak erről a műfajról? Mindegyik képen ugye egyedül áll a színész, hiszen ez a cím a nevében is benne van, egy ilyen műfaj, és talán egy picit ráérezhetnek arra, hogy mennyire egyedül van egy színész akkor, amikor egy estén keresztül le kell kötni a néző figyelmét, és valószínű, hogy inkább csak önmagával tud párbeszédet folytatni. Ezek az előadások azért talán az összképből kijön, hogy elég súlyos mondani valót rejtenek, és inkább az emberek belső konfliktusa, vagy a világhoz való viszonya jön előtérbe, és nem pedig egy ilyen vidám szórakoztató dolog, még akkor is, hogyha zenés műfaj is van, és a zenés műfaj is bizony komoly konfliktusokat hoz színre. Mindig, mikor elmegyünk, akkor ha valamelyik városba megyünk dolgozni, akkor így előtte bemegyünk egy-két helyre, meg itt szétnézünk a városba, hogy vajon mire lehet itt szükség, úgymond. És mi azt láttuk, hogy erre van szükség. Tehát, hogy tudja az ember élvezni, hogyha megiszik mondjuk egy jó pohár sört. Ez most így nagyon banálisan hangzik, de szerintem nagyon fontos, hogy az ember ne felejtse el, hogy milyen jó érzés közben meginni egy pohár sört, mondjuk. És talán ez ezért rabál. Milyen érzés volt rendezőként nekiállni ennek a darabnak? Mert ugye mi volt a koncepció? Hát volt szándék először, mert ugye posztdramatikus, tehát nincsen darab. Tehát, hogy nincs. Volt egy ilyen szándék, hogy egyszerűen azt az érzést, amit az ember érez, mikor olvassa, azt érezzék mások is. Tehát, hogy megint csak visszatérnék ez a pohársörhöz, vagy akár egy szép menyecskének a derekát megfogni, vagy tehát, hogy az életnek a hétköznapiságának is sokszor az öröme, amellett, hogy ugye mik történnek a fejünk fölött, vagy mik történnek a szomszédban, vagy mit történnek ebben az országban, vagy tehát, hogy ezek mellett. Mennyire játszanak a színészek szerepet? Vannak benne aprócska szerepek, de a fő vonal az, hogy saját magukat alakítják.
Beszéljünk egy picit a befejezetlenségről, hogy ez a koncepció, ez a darabban hogy valósul meg? Voltak ugye olyan rendszerek, ahol a, tehát így a pontok fel lettek téve az íre. És igazából nem lehet a pontot feltenni az íre, mert mindig jön valaki, és alakít rajta egy újat, és alakít rajta egy újat, és egy naív gondolat az, hogy be lehet valamit fejezni. Ha befejezetlen nincs vége, akkor meg hol a közepe? Tehát, hogy ezért inkább a szerkesztés is olyan, hogy így kiragad dolgokat, így feldob dolgokat, de nincsen eleje, közepe, meg vége. És hát igen, nagyon nem, tehát hogy mondjam, először én nem szívesen, tehát hogy nem azért nincsen neki, hogy na most aztán dobjuk el az agyunkat, és akkor most annyira alternatívak leszünk, hogy tehát hogy nem nincsen ilyen szándék, hanem inkább az van, hogy próbáltuk másképp, és nem működött, és csak ide lyukadtunk ki. Kitaláltam én önmagamnak tervező koncepció, minden színészileg és elvégzem egy jelenetet, ami most fog következni, az, hogy én egy fehér korszetbe eszek egy piros kolbászt. Ez a jelenet. Sokat kell nyelni a sikerért. Shakespeare tisztán látta, Shylocknak szüksége van egy szövetségesre. Ezért alkotta meg Tyubát. És Tyubát teljes mértékben Shakespeare alkotása. Nem, Shylock, meg az egész velencei kalmár, ezt ugyanis. Mint legtöbb drámájának a sztoriát, Shakespeare ellopta. Az eredeti, egy 14. századi olasz mese felnőtteknek, Il Pecorone. Il Pecorone azt jelenti, az együgyű. Gerett Armstrong Shylock című monodrámáját egy színész írta. Tehát ez meghatározza az egész darabot, azt, hogy ő színész, tehát saját magának írta, 11 évig játszotta. A Velencei Kalmár, amelyik nagyon népszerű Shakespeare darab, de mondjuk Angliában népszerűbb, mint Magyarországon, tehát a mi előadásunk, amelyik ezt a darabot végig kíséri, ugye valahogy az egész monodráma erre épül, ezt egy kicsit át kellett alakítanunk, úgyhogy a magyar közönség is élvezze. Ezért ebben bábok, képek is szerepelnek, és a részletek, amik elhangoznak a Velencei Kalmárból, azok remélhetőleg fölkeltik az érdeklődést az egész darab iránt. Tehát, na most ezen kívül ugye a Velencei Kalmár örvén az Angliában élő zsidókról, a történelmi távlatokról, a középkor és az utána következő eseményekről is beszél. Tehát tulajdonképpen a Velencei Kalmár egy Shakespeare darab, és ezen belül pedig a zsidó kérdésről is nagyon érdekes és tanulságos dolgokat mond el, mindezt egy színész előadásában. És nyilván egy olyan színész kell hozzá, aki ezt a terhet elbírja, és Hunyadkürti György ilyen művész, mert ő valóban ezt a 2x45 percet viszi a vállán. De Shylocknak a törvény szerint igaza van, de Shylock törvénye, a zsidó törvény, mely szerint a vérontás szigorúan tilos, kivéve önvédelemből. Milyen volt a színésszel a kapcsolat? Vagy mennyiben más egy monodrámát megrendezni? Tehát mennyiben másképp kell viszonyulni egy színészhez, mint hogyha többen lenni? A monodrámát gyakorlatilag ugyanúgy kell rendezni. Az biztos, hogy egy más folyamat. Tehát egy szűk csapat dolgozik együtt, ezért a kapcsolat is intimebb, jobban egymásra vagyunk utalva, hiszen mindnyájan azt az egy színészt segítjük, aki a végén ugye hát a bőrét a vására viszi. Milyen volt a fogadtatás? A szerző eljött,
a Gerett Armstrong, aki ugye, mint mondtam, nagyon neves színpadi Shakespeare színész, és nagyon tetszett neki valóban, tehát nem udvariaskodott, hanem valóban nagy örömmel fogadta ezt az előadást, és én úgy érzem, hogy a közönség is nagyon-nagyon, hogy mondjam, tehát nagyon megrendülten, és nagyon, ez most nem, tehát nem sokkoló hatású dolog, de nagyon elgondolkodtató a dolog, és én csak pozitív visszajelzéseket kaptam tényleg. Azt az ember, ha beül a nézőtérre, akkor érzi, hogy ott figyelnek, ott feszült a figyelem, ott nem mocorognak, ott vele mennek, reagálnak, úgyhogy én azt hiszem, hogy szereti a közönség. Az első előadás óta, az első fogadtatáshoz viszonyulva változott-e valamit a darab? Én azt hiszem, minden előadás az első 10 előadáson áll be. Tehát ezért én megpróbálok mindig annyi előadást megnézni, amennyit csak tudok. Tehát én Kaposváron is néztem az előadásokat, mert amikor a közönség megkapja az előadást, akkor egy ilyen furcsa, formálódási folyamat indul el, és azt a rendezőnek kézben kell tartani. Mert a néző is hat az előadásra, az előadás is, amelyik ugye 6 hétig steril körülmények között készül, tehát most bekerül a néző közegébe, és ott ilyenkor az ember tesz apró változásokat. Ha érzi azt, hogy valami nem úgy fogadják, akkor azon az ember változtat. Mennyire csiszolódott a szerep a szereplőhöz, illetve fordítva? Hát nyilvánvaló, ez is egy olyan folyamat, hogy a színész egyre jobban belakja a szerepet, de meg kell, hogy mondjam, hogy Hunyadkürti György szinte az első perctől kezdve neki megvolt ez a szerep, tehát ő ebben nagyon-nagyon, hogy is mondjam, tehát nagyon szövetbarát volt a szereppel. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsájtani a helytartó a sokaság kedvéért. Érdekes, hogy ez a tény sehol nem szerepel. Sem a római, sem a zsidó történelemben, miszerint ünnepenként a helytartó a tömeg kívánságára egy foglyot szabadon erőzte. Mitől lesz jó egy monodráma? A rendezéstől, a színésztől, mitől? Hát alapvetően az írott, illetve az előadandó műtől, a színésztől és a rendezőtől. Azt mondja Lope de Vega, hogy a színészethez, vagy a színházhoz nem kell más, csak 3 deszka, 2 színész és egy közös akarat. Hát, és akkor ez a közös akarat is kell még, hogy nem hiányzik, hanem ez is kell még, igen. Az érzelmi skála eléggé ingadozó, tehát ilyen nagyon föntről megy, nagyon le és nagyon lentről, nagyon föl. Hogy lehet ezt egyáltalán 3-4 napba belesűrítve ezt végignézni? Jó esetben mindig így van, hogy ilyen őrületes hintapalintán kell átesnie, nem csak a zsűrinek, hanem a nézőknek is. Ez nagyon jó dolog, ez nagyon izgalmas, nagyon érdekes, ez az egyik értelme ennek az egész színházba járásnak, hogy valami olyasmi történik velünk, ami a hétköznapi életben kevésbé, vagy ha igen, akkor is legalábbis sűrítve kapjuk meg. Én azt gondolom, hogy a zsűrinek nem különösebben okoz gondot az, hogy ilyen kalandokban részt vegyem, mert nagyon izgalmas utakat és lehetőségeket adott számunkra, vagy kínált számunkra mindegyik előadás. Mi a véleményed az eddigi produkciókról? Elsősorban az, hogy nagyon sokszínű, ami talán a legjobb vélemény, amit elmondhatok, mert úgy értem, hogy ez ennél nincs is nagyobb dicséret, hiszen pont ezt teszi izgalmassá a fesztivált, hogy egészen sokszínű a skála minden pontjába bele-bele nyúló előadásokat látunk, és egységesen magas a színvonal. Tehát igazán nagyon rossz előadások nincsenek, nem nagyon vannak, és minden este van valami, amit úgy érdemes, tehát amit meg lehet találni a produkciókban. Egy se volt még olyan, amire azt mondtuk volna, hogy hát ez most kit érdekel tulajdonképpen, de nagyon izgalmas a felhozata. Volt már kiemelkedően jó produkció, akár színészi alakítás, akár pedig rendezésbeli dolog? Volt, mindenből volt már. Volt már kiemelkedő férfi és kiemelkedő női színész alakítás, volt már kiemelkedő rendezés, és volt már kiemelkedő előadás is, és én őszintén bízom benne, hogy még amit látni fogunk, azokba is bele fog csúszni ezekbe a kategóriákba valamelyikbe.
Mennyire van ma Magyarországon létjogosultsága a monodrámáknak és ezeknek a stúdiószínházi előadásoknak? Én azt hiszem, hogy abszolút van. Tehát a stúdiószínház az szerintem általában azt tapasztalom, hogy a legizgalmasabb része a színházaknak. Tehát a nagy színpadon nagyon sok színházat köt a megfelelési kényszer, vagy a megfelelni akarás, egy vélt vagy valós nézői elvárásnak. Tehát azért a nagy színpadon mindig kell, hogy legyen, és ezt igazából nem a saját számból jön, hanem a legtöbb igazgató szájából, hogy kell, hogy legyen valamilyen könnyed operett, ami nem fáj senkinek, amit én egyébként egy káros elgondolásnak tartok. És a stúdióban még azok a rendezők is, akik szerint a szegény nézőt nem szabad fárasztani a komoly témákkal és hasonló butaságok, a stúdióban talán még ott is vannak izgalmas, értékes és elgondolkodtató kísérletek, tehát ez mindenképpen. És a monodráma az viszont a színháznak a mostoha gyereke, tehát ez tényleg talán a legnehezebb eladni az összes műfaj közül, márpedig, és pont ez a fesztivál a bizonyítékra, ott is születhetnek nagyon izgalmas, érdekes és minőségi produkciók. Akik nem kimélve időt, energiát és holmi szeretetet elépünk hozták ezeket a gasztro költeményeket, tehát nagy tapsot nekik! Nagyon sok izgalmas produkciót láttunk, nagyon sok igazán kivételes színészi alakítást, úgyhogy nagyon jó a véleményem az összeg. De még egy produkció hiányzik, de ez nem hiszem, hogy ront az összképen. Ezekben az előadásokban az a közös, hiszen a monodráma és a stúdiószínház azért az két külön műfaj, de mégis az a közös, hogy mindegyik egy viszonylag kis térben közel a nézőhöz zajlik. Ez egyfajta intimitást és egy sokkal közvetlenebb közönség és színész kapcsolatot feltételez, és ezért itt sokkal erősebbek a színészi hatások. Tehát ugye a színésznek egy szemrebbenése is tudhatni ebben a közelségben, míg egy nagy színpadi produkcióban ez nem feltétlenül van így. Tehát az úgymond a színészi hitelesség, vagy a színészi erő, vagy színészi energia, az sokkal pontosabban érződik, sokkal pontosabban látszik, sokkal erősebben működik. Hát a monodrámához ugye az ott egy színész van, mint ahogy a maga a név is jelzi ezt, oda nagyon-nagyon erős színész egyéniség kell, aki képes arra, hogy egy-másfél órán keresztül fenntartsa a figyelmet, a feszültséget, és bírja energiával ezt az időt. Tehát nyilván ez minden színházban vannak nagyon erős színész egyéniségek, és azoknak ez egyfajta jutalomjáték is, vagy kiteljesedés. A nézők... Hát ez egy érdekes kérdés. Nem tudom, a nézők nincsenek hozzászokva, és hát nincs is sok monodráma. Ugye se mint leírt színdarab nincs túl sok, se megvalósult előadás nincs túl sok, de úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas és fontos pont azért, hogy a nagy színész egyéniségeknek legyen önálló megjelenési lehetősége. Hogy tetszettek az eddigi produkciók? Hát már másnak is megfogalmaztam, hogy a minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden meg vagyunk elégedve, dolog túl gyanús lenne. Természetesen van, ami nem az én ízlési világomnak való, de van, ami röptetett és vele szárnyaltam, és boldog voltam, amit láthatok. Tehát a hál' Istennek egy most induló folyamat, most induló fesztivál, remélhetek sorozat, az teljesen természetes, hogy ilyen is van, meg olyan is van. Ha már itt tartunk a fesztiválnál, mi a jelentősége, és egyáltalán van-e létjogosultsága egy ilyen stúdiószínházi fesztiválnak Magyarországon? Meggyőződésem, hogy van, és roppant sajnálatos, hogy Egerben az a bizonyos Csizmadia Tibor által generált folyamat az megszűnt, és nagy reményeket fűzök, hogy éppen Crespo Rodrigo igazgatóval beszéltünk, hogy ezt, hogy mennyi áldozatra és türelemre és
sok-sok energiára lesz szükség, hogyha ebből az első fesztivál megjelenésből egy sok-sok-sok megjelenés lenne. Meggyőződésem az is, hogy mivel annyira nincs pénz már sehol, hogy ezek a produkciók, amiket itt is lehet látni, meg véhetően majd legközelebb is, ezek többnyire energiákból jönnek létre, viszonylag kevés pénzekből. Tehát ugye ismerik a stand-up comedy műfajt, de ez a világ, ez másabb akar lenni. Nem azt akarom mondani, hogy több, mert nem akarok minősíteni. Másabb akar lenni, és másképp akarja magával cibálni a nézőt, és hatni rá. Ez az egyik, amiben reménykedem, hogy mivel kicsit kevesebb befektetés, mármint pénzileg kevesebb pénzbe kerülnek ezek a produkciók, ezért úgy érzem, hogy van jövője. Másrészt azért, mert ahogy figyelgettem itt óvatosan Tatabányát, úgy érzem, hogy a környékre égetően szükség van egy ilyen megmozdulásra, mert ha így folyamata lesz ezeknek a fesztiváloknak, akkor annyi mindent hoz be. Annyi minden más típusú programot, más fajta embereket, tehát akkor itt egy egészen oda-vissza megváltozhat az élet. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ez egy izgalmas történelmi pillanat, amiben most vagyunk, és hogy klassz kimenetele lesz majd a dolognak. Így ismertem meg őket, a nyanyusokat. Ezeket a nőként viselkedő faszikat, akiknek a legfőbb jelmondata: annyit kapsz az élettől, amennyit kiszívsz a bránerből. Foglalkozások általában szociális munkás, ruhatárosnő, takarítónő, bármi. A legalja munkát is elvállalják, csak hogy megéljenek valahogy, és azt csinálhassák, ami a legfontosabb nekik. Nőnemben beszélnek magukról, úgy tesznek, mintha nők lennének, és szexfüggők. Mekkora rutinjuk van a pasizásban? Még most nyugdíjas korban, pocakosan is bármi kitelik tőlünk. A plasztikai műtétről, vagy a nem változtatás lehetőségeiről nem is hallottak. Mert a nőiességhez elég volt, hogyha meglengedtük egyszerű fekete kis táskánkat. Amit ők ridikülnek neveztek, mert azt viselték, ami volt nekik. A múlt rendszer középszerűségének extraktumát. Elég volt egy másfajta cigarettatartás. Vagy a szóhasználat, cicám, a szavakon rejlik a mi erőnk. Nincs semmiük, ezért mindent oda kell hazudniuk, költeniük, sejteniük. Pénzért ma mindent meg lehet változtatni, a nemet, a hajszínét, a szemet, nincs helye a képzelő erőnek. Ugyan hagyjál már! Már nem az az idő van, a segget is ögyög, és hol van már a tavalyi hú? Hülye tyúk vagy, hagyjál már! Miért éppen Witkowski regénye? Ez a regény, amikor elolvastam, úgy éreztem, hogy erről beszélni kell. Úgy éreztem, hogy illetve az Újvidéki Színház vezetősége kitalálta abban az évadban, hogy a téma a tolerancia nálunk. És ehhez a témához olyan darabokat, olyan szövegeket, olyan rendezőket, olyan művészeket hívnak, akik ezt a témakört, illetve ezzel foglalkoznak, és mivel hogy az Újvidéki Színház tagja vagyok, követni kellett a tolerancához kapcsolódó eszmét, és ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ugyanis nagyon személyes kérdés, és ugyanis nagyon személyes dologról van szó, amikor az ember beszélhet a saját problémáiról. Ugyanakkor meg tisztulás, egyfajta tisztulás egy darabon keresztül, nem önmegvalósítás, inkább tisztulás, mert a tolerancia szó nálunk, hát sajnos kényes dolog, és nem csak a másság, a más identitású embereket tekintve, hanem a nőkkel való bánásmód, az etnikai kérdések, és aztán már csak annyi, hogyha kimegy az ember az utcára, és esetleg pirosabban fest a haja, például milyen problémák keletkeznek és gerjednek az ottani emberekkel, és főleg a fiatalokkal. És hogy azt gondolom, hogy tulajdonképpen a brutális viselkedés, a brutális a gyilkosságoknak is a nagy száma a melegek ellen irányul. Aztán az a fajta elnyomás, ami a melegek ellen irányul nálunk, sötét középkor. És erről nekünk művész embereknek beszélni kell. Fel kell vállalni picikét talán az ottani embereknek megelőzve a gondolkodását és a korát, mert
ezek nagyon kényes dolgok még nálunk, és megpróbáltunk bevállalva, félve, ezzel a szöveggel foglalkozni, illetve a gyarmatikat a művészeti vezető és a dramaturg az Újvidéki Színháznak adaptálva színpadra írta, és tulajdonképpen darabbá, idézelve darabbá formálta ezt a dokumentalista regényt. Nem volt könnyű foglalkozni vele, fejezetenként, részenként le kellett ott tegyem, pedig egy kis vékony könyvről van szó. Olyan személyes tapasztalatokat idézett fel bennem, ami visszahozta az eddigi életemnek a meghatározó részét. Amikor az emberbe eldöntődik, és rájön arra, hogy hová tartozik. Számomra ez a fajta munka érdekes és nehéz, mert valahol egy idézőjelben önvallomás. Érdekes mód, a félelmünk hál' Istennek eloszlott a bemutató után, és örömmel kell, hogy örömmel tapasztalom, hogy a szerb közönség nagyon vevő rá. És az a legszebb dolog benne, hogy a szerb ajkú közönség mondja azt. Mert per pillanat Szerbiában erről a témáról így szabad beszélni. És a legszebb, hogy eljut hozzájuk. Hogy megértik, és a célunkat elértük. És most vegyünk egy praktikus kérdést. Vajon a nőiesség, vagy a nők vonzák a heterókat? Hogyan értékeled ezt a 4 napot? Én nagyon izgalmasnak találtam, ugye itt voltam minden 4 nap, és az előadások mellett, ami még külön örömmel töltött el, hogy az előadások utáni beszélgetéseken, közönségtalálkozókon sokan itt maradtak, és egyből lehetett mérni, hogy kire hogy hatott, illetve mi érdekelte, és lehetett beszélni az alkotókkal, és ezt kihasználták a nézőink. Szóval ez nagyon, nagyon jó érzés volt. Azt gondolom, hogy jó ötlet volt ez a fesztivál, és különösen a neve, hogy Most Fesztivál, mert ez olyan előadásokat válogatott össze, amit most készültek a közelmúltban, a mostani világ problémáival foglalkoznak, és a mostani nézőknek szólnak, és most hatottak, és most rögtön lehetett róluk beszélgetni. A monodrámák és a stúdiószínházi produkciók egy kicsit szűkebb teret kapnak ma Magyarországon. Mi lehet ennek az oka, és ezen hogyan lehetne változtatni? Hát nem tudom, mi az oka. Egyébként minden színház csinál stúdió előadásokat. Ezek ugye intim térben készülő előadások, és adott esetben különlegesebb látványvilággal, vagy ha lehet mondani, tabu döntögető témákhoz nyúlva születnek. A monodrámák az egy másik helyzet, ahhoz kell valami sűrűség a színészbe, hogy egyszer csak az kijöjjön és megszülessen. Talán azokból van kevesebb. Nem feltétlenül a pénz kérdése, nyilván olcsóbb egy monodrámát megcsinálni, de annyira színes és változatos a világ, és ha valami nagyot szól, nagyon zenés, nagyon, azt sokkal hamarabb észreveszik, de emellett szerintem mindig fölébred az emberekben a kíváncsiság, és a vágy, a csend, vagy a befelé figyelés fele, és szerintem ez megtalálható egy monodrámában, vagy adott esetben egy olyan stúdió színházi előadásban, amiket itt is láthattak a nézőink. Ez egy hiánypótló fesztivál. Tehát ma Magyarországon ezen a Most Fesztiválon kívül nincsen, ami ezekre az egyéni, ha tetszik, művészi teljesítményekre fókuszáló monodráma és stúdiószínházi előadásokat gyűjteni csokorban. Volt-e személyes kedvenced a produkciók közül? Hát több is. Több is volt. Mindegyiket nagyon szeretem, és mindegyiket más miatt. Szerintem nehéz dolga lesz a zsűrinek. Nagyon jó, hogy nekem ebben nem kell részt venni. Mi várható a folytatásban? Először is szeretnénk folytatni. Ehhez megteszünk mindent, pályázunk és próbálunk támogatókat találni. A zsűri részéről, vagy a fesztivál résztvevői részéről, illetve a nézőink részéről csak olyan visszajelzést kaptunk, hogy ez tetszik, ez jó, és ezt folytatni kell. Fontos, hogy ez legyen jövőre is Tatabányán. Túl sok embert láttam! Túl sok embert nem szerettem! Túl attól tökig vagyok már vele! Nem, az szokás. Együtt díszítjük fel a fát. Áó! Már megvettük a fát! Gyönyörű fát vettünk! Talán már milyen fát vettünk! Csak nem gyönyörű, de bizony! Magán lenne vagy a család, mi?
feleség van! Parancsol még valamit? Más nem! Igyekszek, hát a szerzek halat! Hát akkor minden jót átad! Makogok! Nem tudom kimondani, hogy áldott ünnepet! Nem akarom még egyszer kimondani! 12 000-szer mondtam már ki az elmúlt hét! Elég! Leg! Leg! Most mondom, hogy ne! Hogy ne!